Csodi Pikolt, Szelíd vadak. Harmadik fejezet. A borjú literszám issza a feloldott tejport. Addig iszik, amíg a fizikai megerőltetéstől álomba nem zuhan. Szájában a gumikesztyű kiukasztott ujjával. Mégis amikor hosszú hánykolódás és forgolódás után felébred, minden, amit evett, zöld folyadékként ürül ki belőle. Ragadnak a ruháim, szaros mindenem. Csapzott a hajam. Annyit hipót öntök szét a padlón, hogy attól félek, megfulladunk a gőzöktől. Egész nap más sem csinálok, csak különféle arányokban oldom fel a tejport, hát ha eltalálom az ideális keveréket, ami megmarad a borjú gyomrában, de minden átmegy rajta. Látom, ahogyan a fény lassan elhalványul a szemében, ahogyan nyilván a remény is vakulni kezd az enyémben. Bele sem merek gondolni, mi lesz, ha elveszítem. Hogyan távolítsak el egy 150 kilós tetemet a kunyhóból anélkül, hogy bárki észrevenné és kérdéseket tenne fel? Bele sem merek gondolni. Tehát meg sem történhet. Amíg a borjú nyugtalanul forgulódik, átböngészem az ágyam mellett gyülekező tudományos értekezéseket, amelyekre eddig nem volt időm. Találnom kell valamit, bármit, amiből kiderül, hogyan menthetem meg az életét. Valahol megemlítik a hasonlóságot az emberi anyatej és az elefánteje között. Mindkettő nagy arányban tartalmaz oligoszaharidokat, aminek az agyi fejlődéshez és az ellenálló képességhez van köze. A szerzők erre vezetik vissza, hogy az anyatejjel táplált kisbabáknak magasabb az IQ-ja és erősebb az immunrendszere, az elefántok pedig kivételes emlékező tehetséggel rendelkeznek. Miután ezt elolvasom, már nem kételkedem abban, hogy Neo nem viccből adta nekem a tápszert. Ami azt illeti, szerintem pontosan tudja, mit rejtegetek a kunyhomban. Nem tudom, hogyan derítette ki, amit még másnak sem sikerült. De ha valóban tudja, csak időkérdése mások, mikor jönnek rá. Nem sokkal este 7 után kopogtatás hallatszik. A kocsik ilyenkor térnek vissza a telepről. Alice! Szólongat halkan anyja. Hoztam neked egy kis levest! Az elefánt ezt a pillanatot választja a trombitálásra. Mi a csuda? Horkam fel anyja. Csak a régi szalagokat hallgatom, hazudok. Próbálok legalább egy kicsit dolgozni. Haragos pillantással folytok a borjúba minden további hangot. Mintha a hipószagot éreznék. Az ajtókon belfordul, mire a szívem zakatolni kezd. Errefelé nem zárjuk a kunyhókat, sehogy sem tudom távol tartani anyját. Bene, gyere! Nyögök fel. Hidd el, ezt nem akarod elkapni. Én is fertőtlenítek mindent, amihez hozzáérek. De enned akkor is kell. Nem hinném, hogy megmaradna bennem. Anya néma a csendben mérlegel. Baráti kötelességtudat kontra fertőzés veszély. Hát, dönti el, akkor majd sikítsa kell valami. Hallom távolodó lépteit, ahogyan elhagyja a tornácomat. Csatlakozik a többi kutatóhoz, hogy kártyázás és borozás közben elmesélje nekik, milyen pocsékul vagyok. A turisták is vacsorához készülődnek a bomában. A vadőrök lassan lefekszenek. A titkom egyelőre biztonságban van. Lefekszem a borjú mellé a padlóra. Elnézem homlokának sima lankáját, a szemét keresztező hosszú pillákat. Az arca beesett, a bőre hamu színű. Ahogy követem a fülét behálózó kékereket, felemeli ormányát, és megpróbálja a csuklómra kulcsolni. Halk a kopogtatás hallatszik. Anya! Nyögök fel. Épp aludni próbálok. Az ajtó mégis kinyílik, és Neo lép be. Csak egyetlen pillantást vet a tejporos dobozra, mielőtt megcsoválja a fejét. Miért nem tápszerre leteti, amit adtam? Egy újszülött még nem ihat tehén tejet, hát ennyit sem tud? Gyomrom mélyén felparázslik a harag. Nem állatorvos vagy zoológus? Milyen jogon ítél meg? Épp eleget tudok, csattanok fel. Csak aznap hiányoztam a Harvardon, amikor azt tanították, hogyan neveljünk fel egy Isten verte elefántbébit. Nem törődik velem, csak letérdel, hogy megsimogassa a borjú homlokát. Hol találta? Mópani közelében, túl a folyókanyaron, ahol az antilopok szoktak átkelni. Azzal az öttel együtt, akiket lelőttek? Bólintok. Nem tudtam ott hagyni. Nem tesz megjegyzést, csak vizsgálgatja a borjút. Ki van száradva? Mondja ki az ítéletet. Pufóknak kellene lennie, mint egy csecsemőnek. A hevenyészet szumis üveg után nyúl, láthatóan értékeli a megoldást, miközben lefejti a gumikesztyűt az üveg szájáról, és elöblíti a palackot. Kérem, mondja, hogy nem adott neki bort is. Megrázom a fejem. Csak tejport.
Mennyit ivott? Egy szakajtóval, de minden átmegy rajta. Habozok. Van más is, aki... Aki tud róla? Nincs. Felnéz és látja kérdő tekintetem. Láttam, ahogy megjött vele a táborban, mintha csak a kutyáját sétáltatná. Azt is, hogy éjszakára kikötötte a tornácom. Elvigyorodik. Bevált? A kabátja zsebéből kis üveget vesz elő, benne a címke szerint kókuszolajjal. Ez segít a hasmenésen. A különböző állatoknak különböző zsírokra és fehérjékre van szükségük az életben maradáshoz. A kókuszolaj helyettesíti az anyatejben levő zsírt, és nem forgatja fel a gyomrát. Honnan tud ennyi mindent? Megvonja a vállát. Itt nőttem fel, és a nagyanyám gyógyító volt. Tudta, hogy a parafagyantával kell kezelni a sebeket, hogy a lonzgyökér főzete gyógyítja a terméketlenséget, hogy a mothakolanafa gyökerének rágcsálása megszünteti a fogvályást. Egyszer, amikor egy elefántborjút évett a falunkba, 2 hétben át életben tartotta. A tej keresztül ment rajta, azért banánt, rizst és vajat is adott hozzá, de a borjú egyet csak rosszabbul lett. Kipróbált mindent. Még végül rájött, hogy ha a kókuszolajjal dúsítja a zsírmentes secsemőtápszert, az megmarad benne. Mi lett a borjúval? A csordája visszajött érte. Feleli Neo. Azóta is minden évben legalább egyszer eljön a faluba, a nagymamámat keresi. Ez csodálatos. Csodálatos, amíg még kicsi. Rémisztő, amikor már 5 tonnás elefántbika. Elnézem, ahogyan kinyitja az üveget. Mindig van magánál kókuszolaj? Nem. Egy másik vadőré, a felesége használja a hajára. Itt is tart egy üveggel. Az elefánt küszködve talpra áll, és neki ütközik Neónak, aki a mosdó mellől nézi. Belemártja ujját a kókuszolajba, hogy a bébi szájába csúsztassa, és már is hallom a szörcsögést. Most látom csak, hogy nem viseli a kötést. Vöröslenek a sebei, de már kezdenek gyógyulni. Ha segíteni akar, jegyzi meg, feltakaríthatna kicsit, ne vegyes értésnek, de olyan ez a hely, mint egy disznóval. Vitába szállnék vele, de rájövök, hogy csak viccel. Erős kezével megtámasztja az elefántot, amint az mohon szürcsöli az új koktélt. Ne féljen, kis hölgy, búgja. Megoldunk mindent. Hirtelen könnyek szöknek a szemembe. Anyára gondolok, ahogyan rólam sugdulódzik a többi kutatóval. Korábbi főnökömre, aki a képenbe harsogja, hogy nincs helyem a madikvében. Sebesült borjúra, aki mellett egész éjjel vírasztottam, amíg borzongva ki nem fújta utolsó lélegzetét. Az anyjára, aki a sorsára hagyta. Neo oldalt billenti a fejét tekintetében a kimondatlan kérdéssel. Megoldunk, ismételem. Hangom megtörik a felszabadultság szikláin. Azt mondta, megoldunk mindent. Mi együtt. Amikor reggel 5-kor kivágódik a kunyhó ajtaja, a borjú Neo ölében alszik, én meg hason kiterülve az ágyon. Szemeim ragadnak a kialvatlanságtól, a torkom csontszáraz. Hunyorogva nézek az ajtóra, a harsány reggeli napfényben kirajzolódó ányképre, de csak akkor ismerem fel a főnökömet, amikor kiabálni kezd. Szentséges Isten! Mered Grant a borjúra. És én még azt hittem, hogy anyjának elment az esze. Mi a fenét akar ez jelenteni, Alice? A vádaskodás felébreszti a borjút, aki az ingem szélét rángatja, ahogyan feltápászkodom az ágyról. Hallgass meg, Grant, ez egy újszülött, az anyját megölték az orvadászok. Elpusztult volna, ha nem teszek semmit. Pontosan, ezért vagy itt, hogy megfigyeld a természetet, nem azért, hogy megváltoztasd. Ahogy Grant hangja egyre magasabbra csap, a borjú a csípőmhöz simul, mint a támaszként szolgálna. Vagy talán, mert neki van rá szüksége. Ha lelőtték volna és szenvedne, felhívhatnánk valakit a vadvédelmi hivataltól, hogy váltsa meg a nyomorúságától, akkor miért ne menthetnénk meg, ha egyszer alkalmunk nyílik rá? Grant már nem figyel szenvedélyes hangú érvelésemre. Karba tett kézzel és összevont szemöldökkel mered Neóra, aki mintha próbálna egyé válni a kunyhó fapadlójával. Ahhoz képest, hogy előző éjjel hivatlanul beállított, és átvette a parancsnokságot, sietve mixelt egy keveréket, ami táplálta is a borjút a helyet, hogy csak átment volna rajta, módszeresen felmosatta és fertőtlenítette velem a kunyhó minden négyzetcentijét, míg összecsavarta a szennyes takarókat és lepedőket, hogy kitegye a mosnivalókhoz. Neho most meglepően félénknek tűnik. Azután belém villan, hogy a jelenléte már önmagában is kiágás. Noha a belső szabályzat erre nem tér ki külön,
A vadőrök és a kutatók egyszerűen nem haverkodnak egymással. Ezért is laknak külön faluban. Ezért nem hívjuk meg Neót vagy a társait, hogy kártyázzanak és borozzanak velünk. Ezért kell már 3:30-kor felkelniük és kimenniük a telepre, míg mi 5-ig alhatunk. Mi idegenek vagyunk, és ők helybeliek. Nálunk van a nagy doktori és a könyvekből szerzett tudás. Ők a vadállatok között nőnek fel, és tanulnak meg életben maradni. Igaz, mindegy csapatba játszunk. Mégis láthatatlan határvonal húzódik közöttünk, amit nem ajánlatos átlépni. Beharapom az ajkam. Egy dolog, ha Grant lehord a sárga földig, de belegondolni se akarok, hogy ez az egész Neo állásába kerülhet. Tudom, hogy új vagy itt, Alice, ami persze nem mentség, de Neo! Magától többet vártam. Előrelépek, a testemmel védelmezem Neót. Illő tisztelettel, Grant, de azért jöttem Botswanába, hogy a traumának kitett elefántok kognitív képességeit vizsgáljam. Ez a borjú tökéletesen megfelel a lánynak. Ha már itt tartunk, amennyi pénzzel az egyetem a kutatásaimat támogatja, egyenesen vétkesanyagság lett volna, ha hagyom meghalni ezt a borjút, ahelyett, hogy megvizsgálnám, milyen módon befolyásolja a viselkedését az anyja és a nénjei legyilkolása. Csak blöffölök. Akkor is megmenteném a borjút, ha éppen a vándorlási útvonalak és az itatók viszonyrendszerét tanulmányozom. De ezt Grantnak nem kell tudnia. Én kértem Neo segítségét, hazudok, és nem azért, hogy megszegjem a szabályokat, csak a munkámat végzem. Grant szemei résnyire szűkülnek. A madigviek mondták, hogy nem vagy csapatjátékos, de jobb, ha tudod, hogy itt nincs 3 dobásod, csak 2. Tekintsd ezt az elsőnek. Miközben beszél, a borjú odakacsázik hozzá. Ormányával legyez, mintha egy szúnyogot próbálna elkapni. Végül beletúr Grant kekiingének felső zsebébe, és előhúzza olvasó szemüvegét. Bármilyen vitriolos megjegyzésre készül éppen Grant, egyetlen sóhajjal távozik belőle. Egyetemesen elismert igazság, hogy lehetetlen dühöngeni egy újszülött elefánt közvetlen közelében. Grant rám mutat. Egy szemében, te vagy a felelős ezért az elefántért. Parancs, uram, mormolom. És 1 hónapon belül vissza kell engedned a vadonba, hogy csatlakozzon a csordájához. Ha pedig nem fogadják el, csendben feljegyzed, és nem avatkozol közbe. Bólintok. Amint Grant távozik, leragyok az ágyra. A borjú kutakodni kezd a takarók alatt. Anyámnak igaza volt. Inkább tanulmányoznám a főemlősöket. Kétlem, hogy leszegó, egyet értenem. Jegyzi meg Neo. Leszegó? Nem gondolja, hogy ideje lenne nevet adni neki? A borjúhoz lép és végig simít a homlokán, mintha megkeresztelné. Cvanául annyit jelent, szerencsés. Kifelé indul. Amint az ajtógombra teszi a kezét, hirtelen a veríték is kiver a gondolatra, hogy egyedül kell megbirkóznom a borjúval. Be kell vinnem az egyik autót a gabaroni szervizbe. Ha már ott járok, kerítek még tápszert és kókuszolajat. Néhány ládával. Máskülönben kitör a palota forradalom. De visszajön. Ez nem kérdés, kijelentés. Ahogy elmosódik, felbomlik a csomó a mellkasomban. Ha azt akarja, Alice... Az ajtónak támaszkodik, tenyere, ahogy a fához préseli, rózsaszín, akár az enyém. Éjjel beledörzsölt egy kis kókuszolajat a bőrébe is. Elnéztem, ahogy a ruhanyosan mozgatja hosszú ujjait, összefűzte őket, masszírozott. Akkor egy futó pillanatra eltűnődtem, olyan forró-e a bőre, mint amilyennek tűnik. Nem vár válaszra, csak kinyitja az ajtót, hogy a résen behatoló napfény lézerként vágjon bele a padlóba. A borjú megigézetten próbálja eltaposni. Neo! Kiáltok utána. A nagyanyja gyógyító volt, talán természetes, hogy egy ilyen képesség tovább öröklődjön. A jelenléte azt is elfeledteti velem, hogy van odakint egy világ, ahol szörnyű dolgok történnek, amikor a legkevésbé számítunk rá. Mire megfordul, már nem emlékszem, mit akartam mondani. A neve? Rögtönzök sietve. Mit jelent Svanáó? Egyszeriben szégyellős lesz. Elkapja a tekintetét. Hogyan is mondják, amit egymásnak adnak? Ajándék. Gondolom, ahogy Neo beteszi maga mögött az ajtót. Egymás követik az első alkalmak. Lesegó először alussza végig az éjszakát, először eszik kekszet, először fürdik. Először lát egy bóbitás frankolint, és kergeti egészen a vadőrök falujáig, mielőtt utolérem. Az egész világ újdonsága számára.
Miközben egyre erősebb és nagyobb lesz, az etetések között pedig egyre több idő telik el, a bőre simává és puhává válik, az arca pedig pufók lesz, ami Neo szerint az egészség jele. Jelen állás szerint én vagyok Leszego anyja, amíg nem gondoskodom másik pótlékról. Grant mellém adja segítségnek Neót, amíg Leszegót szabadon nem engedjük. Parányi a csordánk, de Leszegónak csak ez maradt. Büszke szülő vagyok. Minden néhány napban megjelölöm Leszego marmagasságát a félfám, és előre csomagolt piskot a tortával ünneplem, amikor túllépi az egy métert. Neóval játékokat keresünk neki. Seprűt, biciklibelsőt, meg egy kötéldarabot, amit sikerül szétbontania és átfűznie a szomszédos tornácok oszlopain, hogy a kutatók egész faluját hatalmas pókháló borítsa be. Talán nem akarják beismerni, de a többiek is örülnek a jelenlétének. Anya fényképeket készít róla, hogy hazaküldje kisugának. Paul, aki imádja a mentás csokit, és nem hagyná ki a tea időt, egy nap édességgel kínálja Leszegót, aki, ha csak meglátja, odaszalad hozzá, és próbálja átkutatni a zsebeit. Még Grant is gyakrabban jön a szokásosnál. Színleg a kutatási naplókat ellenőrzi, de sosem megy el anélkül, hogy ne találkozna Leszegóval. Ezzel együtt én vagyok Leszegó kedvence. Mindig követ az irodához vezető úton, és türelmesen várakozik, majd tülköl, amikor megjelennek a könyvvel, amiért jöttem. Amikor mögöttem halad, ormányával az ingembe kapaszkodik. Tudja, hogy nem jöhet be a kunyhóba, de csak akkor hajlandó elaludni, ha lát engem. Végül átrendezek mindent. Ágyam a szoba közepére kerül, de még így is minden második éjszakát a csillagok alatt kell töltenem, ha nem akarom, hogy a trombitálásával felberje az egész tábort. Amikor reggel felébred, a legelső dolgom, hogy megérintsem a szája körül, ahogyan az elefánt anya is tenni, majd engedem, hogy odadugja ormányát az arcomhoz. A hetek során próbálom felhívni a saját anyámat. Kétszer is. Először nem veszi fel. Másodszor a bocvanái hálózat túltelített, ezért nem megy át a hívás. Az univerzum jelzésének veszem az elvetélt kísérleteket, majd visszatérek a konyhomhoz, ahol Neo az ágyamról kölcsönvett takaróba burkolódzik, úgy ül a tornácon, az oldalán Leszegóval. A takarós trükk az egyetlen módja, hogy lezuhanyozhassak, kimehessek a dolgomra, vagy elvégezhessek néhány kisebb feladatot anélkül, hogy Leszego a nyomomba járna. Rádobom a takarót a fejére, s mire kibogozza magát, mert el is mentem. Így be kell érnie Neóval és az illatommal. Még így is folyton azt várja, mikor térek vissza. Egyik reggel, amíg odakint focizunk, Leszego átküldi a labdát a fejem felett a vadőrök lakóhelye felé. Zsörtölődve kocogok utána is kapom fel a földről, amikor meglátom Grantet. Távirat, jelenti be, mielőtt átadja a borítékot és visszaindul a vendégtábor irányába. Meretten nézem a Western Union emblémáját, az összehajtott sárga papírost. Azután begyűröm a zsebembe. Az egész találkozás 30 másodpercbe se telik, Leszegónak azonban nem is kell több, hogy eltűnjön. Könnyebb elveszíteni egy elefántot, mint gondolnánk. Pánikba esem. Milyen gyorsan mozoghat. Nem vagyunk elszigetelve a vadontól, s amíg nem is találkozik ragadozókkal, vannak szakadékok és vízmosások, ahová simán belopottyanhat. Gyökeret verek. Azt se tudom, merre induljak. Leszego! Kiáltok, mintan hallgatná a nevére. Épp készülök eliramodni a falu vége felé, hátha betört az irodába, amikor robajt hallok a kunyhomból. Ahogy benyitok, elborzadásom átadja helyét az indulatnak. Leszego beletemetkezik a szekrényembe, befúrja magát a maradék ruháim közé. A többi szétszórva a szobában. Ezt nem mondhatod komolyan, ripakodok rá. Felkapja a fejét. Szétszaggatott mintásszoknyám úgy fityeg a nyakában, mint egy fodros gallér. Tudod, mi a szabály? Hanghordozásom meghátrálásra készteti. Annyira sebezhető, hogy az első feddésre leszegi a fejét és elsunyog, vagy elbújik a kunyhó mögött, míg össze nem szed magában annyi bátorságot, hogy kikémleljen mögüle. Ha nem megyek oda és ölelem át, teljesen magába roskad. Földig lógatja az ormányát, amíg nem emlékeztetem rá, hogy azért szeretem. Neo robban be a kunyhó ajtaján, bőre feketén csillog, mint az obszidián. Szeme vadul forog. Kiáltozást hallottam, mi történt? Tekintete átsiklik a borjúra. Baja esett? Hirtelen ostobának és parányinak érzem magam. Széttitte az egyetlen szoknyámat. Nevet. Olyan önfeledten, hogy mindig megcsodálom érte, mintha semmilyen erő nem tarthatná vissza, mintha az örömével megfestené az egész eget.
Legjobb lesz, ha mindenki lenyugszik. Járjunk egyet. Neóval beálltunk a mindennapos rutinra. Noha, mi vagyunk Leszegó családja, és Grant is áldását adta rá, hogy segítkezzen a borjú körül, amint felkel a hold, Neó udvariasan búcsút int, mielőtt nyugovóra térne a maga ágyában. Amikor reggel felébredek, már odakint van Leszegóval, és üvegből eteti. Méghozzá igazi cumis üvegből, amit egy állatorvostól kölcsönzünk. Eljátsszuk, hogy egy család vagyunk, de mindketten ismerjük a korlátokat. Ideges leszek, amikor Neó kivezet minket a faluból a vadonba. Eddig szánt szándékkal nem sétáltam erre Leszegóval, aki még mindig olyan védtelen. Attól félek, hogy belefutunk egy elefántcsordába, amelyik elutasítja. Vagy inkább attól, hogy nem utasítja el. Neó nem megy messzire. Hirtelen arra felé fordul, amerre a folyó egyik mellékágát vezették, hogy a táborban nyaraló turisták reggeli és ebéd közben láthassák, amint a zsiráfok, impalák és elefántok megállnak itt inni. A parton egy darabon kivágta a nádat, majd lenyomta az ásót a puha földbe. Középütt az ingoványban mesterséges sárfürdő létesült. Ez, hogy is hívják? Kérdezi. Dagonyázó? Mondhatjuk. Leszegóhoz fordulok, aki bizonytalanul topog mellettem, mert nem tudja, mihez kezdjem. Rajta, eredj! Az elefánt kiránt egy gyomot az ormányával. Óvatosan belemártja a latyakba, mint egy ecsetet, mielőtt fellendíti a levegőbe. Szerintem nem tudja, mit kell csinálni, jegyzem meg. Hát, a vadonban a játszótársak szokták megmutatni. Elvigyorodik. Tisztán emlékszem, hogy a főnök azt mondta, az elefánt a maga felelőssége. A szememet forgatva húzom le a bakancsom és az okném. Rövid nadrágban gázolok be a latyakba, hogy marokra kapjam és beledörzsöljem Leszegó hátába. Látod? Játék. Megrázza a fejét, a fülei úgy meredeznek, mint óriási rózsaszín műholdvevők. Dagonyázon úgy, mintha élvezné, javasolja széles mosolyal Neó. Igazán? Valahogy így? Azzal felkapok egy maréknyi sarat, és mellkason dobom vele. Annyira meglepődik, hogy elveszíti az egyensúlyát. Ahogy letottyan, az iszap felcsap, és befröcsköli az arcát. Leszegó, aki minden mozdulatunkat figyeli, kajánul tülkül egyet, mielőtt becsörtet mellé a pocsolyába. Ormányával felszívja a latyakos vizet, és befújja vele Neó hátát. Borjunk, pompásan szórakozik, hogy már vannak játszótársai. Nem próbálom tovább leplezni kár örömömet, miközben Neó felhorkan. Adja a kezét, felém nyúl, hogy felsegítsem. Ujjai ráhurkolódnak a csuklomra, ám ahelyett, hogy felhúzná magát, Neó csak rúg egyet a lábával, amitől elbotlom, és előre zuhanok, arccal a sárba. Köpködök. A szemem törölgetem. Az iszap szemcséi ott törölnek a fogaim között. Tüstént eszembe jut a zsebembe lévő távirat, amit még most sem olvastam, és most biztosan nem is fogok elolvasni. Talán jobb is így. Ezért megfizet. Előre vetem magam, hogy lenyomjam Neót. Birkózunk, miközben a latyak testünk közt tapasztja a ruhát, és Leszegó mellettünk pancsol. Neó erősebb nálam, mégis eltökélt vagyok. Addig küszködöm és taszigálom, amíg alattam fekszik, karommal lenyomom, súlyommal fogva tartom. Szabad kezemmel belemarkolok a sárba, amit lassan rácsorgatok a homlokára. Közben tudatosul bennem, hogy a bőröm immár ugyanolyan barna, mint az övé. Hogy passzolunk egymáshoz? Mondja, hogy feladja, parancsolok rá. Elvigyorodik. Úgy sem meri. Ne higgye. Megteszi. Karjával átfogja a derekam, és teljesen levesz a lábamról, de nem nyers elejével, hanem egy csókkal. Ujjai beletúrnak összetapadt hajamba, ajkai az enyémhez préselődnek, mint a szentpecsétet nyomnának rá. Ekkor hirtelen vízfüggöny csap az arcunkba, mire zavartan rebbenünk szét. Leszegó hideg zuhanya úgy választ minket külön, mint egy kontinenst átszelő folyó, amelynek nyomában örökre megváltozik a táj.